Na, szép jó estét, sziasztok, üdvözlet mindenkinek. Újra itt vagyok. Ma este pedig egy kis Europa Universalis 4 lesz terítékem. Méghozzá a legújabb DLC, a Cradle of Civilization kiegészítő, ami 16-án jött ki, tehát lassan egy hete. Egy picikét próbálgattam, közben belépek addig a mentésembe. Ugye ez a kiegészítő, ez a DLC különösen a közel-keleti régióra fókuszál, azoknak ad új vallási, illetve játékmechanikát, valamint szó lesz majd a DLC-vel érkező ingyenes patchről is, amiben, hát azt mondhatom, hogy talán legnagyobb újítás az az árurendszer bővítése. No, az a helyzet, hogy egy pár nappal ezelőtt belekezdtem egy játékba azzal a nemzettel, aki a legtöbb újdonságot kapta. Méghozzá a mamlukok. Hát azt kell tudni róluk, hogy gyakorlatilag mostanság mindenki velük játszik, ugyanis hát ők kapták a legnagyobb boostot. Ennél fogva tulajdonképpen egy hatalmas OP nemzetté is váltak. Mint látjátok, 1444-től tulajdonképpen 54 év telt el. Tehát egy bő fél évszázadot játszottam le, és hát itt a jelenlegi állás a térképen tulajdonképpen Észak-Afrika és a Közel-Kelet messze legnagyobb hatalma vagyok. Ha ránézünk a Great Power Mapre, itt látszik, hogy igazából hozzám fogható ereje nem nagyon van a régióban senkinek. A mingek nyilvánvalóan nagyon-nagyon erősek. Arról is szó lesz, hogy a mingeket miért erősíti ez a DLC. Valamint ugye az európai nagyhatalmak, hát az a helyzet, hogy ők is mögöttem állnak, valamint Muszkovi. Szóval ez a helyzet most. Nem tudom, hogy ebből lesz-e végijátszás, nem tartom valószínűnek, viszont akartam egy olyan streamet csinálni, amiben egy kis betekintést nyerhettek, hogy el tudjátok dönteni, hogy mennyire van szükségetek erre a kiegészítőre. Balázsék odállt a Bögre csatornán, már játszottak, hogy ő már bemutatta egy videó formájában DLC-t, én nem is érzem azt, hogy most így kategorikusan végig kéne szaladnom minden egyes újításon, úgyis találkozni fogunk vele. És most megnézhetjük, hogy mit is jelent ez igazából játék tekintetében, tehát hogy játék közben hogyan jönnek ki ezek az újítások. Nos, elmesélném gyorsan egy pár szóban, hogy mit értünk el eddig az elmúlt fél évszázadban. Tehát mamlukokként igazából erről a szűk régióról indítottunk valahol, azt hiszem itt volt a határunk, és hát talán Jaffa vagy Saida volt a határ. A stream elején láthattátok a nagy mapot, ahon lehet új játékot indítani, mielőtt betöltöttem a mentést, szóval ha gondoljátok, visszanéztetek ott, hogy mekkora volt a területünk, és hát elkezdtünk terjeszkedni tulajdonképpen 3-4 irányba. Elkezdtük először délről a kisebb törzsi jellegű egy-két provinciával rendelkező népeknek a felszámolását, illetve a birodalomhoz való hozzácsatolásokat, valamint elindultunk az arab félszigeten is, ott is takarítgattunk egy kicsit, itt volt két olyan ország is, aki alattunk állt. Hát őket már beintegráltuk igazából, és egészen eljutottunk a bő feléig az arab félszigetnek, nem sokára tovább kalandozunk arra. Valamint északon, az északi fronton megküzdöttem kisebb országok mellett a két jelentősebb hatalommal, Karakujonluval és az oszmánokkal. Az oszmánok ellen folytatott háborúnak döntő jelentősége volt. Ugyanis az volt a célom itt az early game-ben, hogy megakadályozzam azt, hogy az oszmánok ideje korán megerősödjenek, és nehéz dolgom legyen velük a továbbiakban, úgyhogy minél hamarabb el szerettem volna őket zárni mindenféle
keleti irányú terjeszkedési útvonal felől, illetve nyugaton is akartam, hogy egy erős hatalom megállítsa őket. Így hát a döntéseim közül az első jelentősebb az volt, hogy beszövetkeztem a magyarokkal. Majd hozzácsatoltam egy osztrák szövetséget, azóta pedig már egy francia szövetségem is van, az inkább Kasztília miatt. Nos, egészen odáig kellett várnom erre a jelentős oszmánok elleni háborúra, amíg össze nem keveredett egy háborúba Kasztília és az oszmánok. A háborús cél Kasztília részéről, Tlemcen melletti területek, illetve Portugália részéről, aki Kasztíliával szoros szövetségben állt a játék eleje óta. Itt az észak-nyugat-afrikai területek voltak, az oszmánok pedig itt a tőlem nyugatra lévő országokat, Tunisszal, Tlemcennel, illetve a már nem létező Fezzánnal szövetségben álltak, így be kellett lépniük a háborúba. Megvártam, amíg szépen átparkol az oszmán sereg nagy része a kasztíliai frontra, kicsit csatázgatnak, kicsit gyengítgetik egymást, aztán rátámadtam az oszmánokra, karöltve Magyarország segítségével. És hát győztesen jöttem ki a csatából. Korábban Kandárt egyébként vazalusommá tettem, így most alkalmam nyílt három területtel megtoldani a birtokaikat, valamint a magyaroknak is itt ezt a pár területet egészen oda a Dunavonnaláig átadtam az oszmán területekből, magamnak pedig, ha jól emlékszem, itt ezt a négy területet, Karamánt, Kayserit, Adánát és Tokátot csatoltam el az oszmánoktól. Ezzel tulajdonképpen elzárva mindenféle keleti irányi terjeszkedéstől őket. Na most az érdekesség az, hogy amint ez a háború véget ért és jelentősen meggyengültek az oszmánok, úgy döntöttek, hogy célszerű lenne egy ellenszövetséget kialakítani. Az én tengelyhatalmi szövetségem a magyar-osztrák-francia szövetség ellen, akikkel egy egyénbe vagyok szövetkező, úgyhogy hirtelen megjavult a Kasztília és oszmán közti kapcsolat, és beszövetkeztek. Tehát most problémás lesz a továbbiakban őket támadni. De idővel majd ezen is túllépünk. A legutóbbi háborúmban Karakunyolútól csatoltam el jelentős területeket, és arra jutottam, hogy pihentetni kellene kicsit az északi frontot, méghozzá azért, mert ha megnézitek az Opinion mapot, hát nagyon durván nem szeretnek, tulajdonképpen ilyen hatalmas agresszív expansion negatívokat kapok, tulajdonképpen azért nem tudnak ellenem háborút indítani az oszmánok, egyrészt mert félnek, ugye a szövetségesekkel együtt messze a világ legerősebb hatalma vagyok, vagy vagyunk, másrésztről pedig ugye békénk volt, így eddig úgy vidáman itt északon romboltam a többi államot, most viszont már lejárt a békénk, tehát elvileg megtámadhatnának. Tulajdonképpen az véd meg, hogy erős a szövetségi rendszerem, és jelenleg a hadseregem is jóval nagyobb, mint a törököké. Tehát nekem 52 ezer álló hadseregem van, még a török sereg 31 ezer főt számol. A következő célom, hogy egy kicsit tovább kússzak itt az arab félszigeten, és egész konkrétan Dawashirt, Adent és Nairant néztem ki magamnak. Ezen területekre el is küldtem, tévedtem Basra a másik, akit kinéztem, Nairan. Ki ez a Basra akkor? Ja, Basra, itt igen, ez a pici. Szóval el is küldtem ide a kémeimet, és most építik szépen a kémhálózatot, hogy majd jogot fabrikálhassunk azokra a területekre, amikre igényt tartanánk. Közben éppen most jelent meg a kolonializmus, ahogy elérkezett a századforduló, úgyhogy ez majd tovább fogja rombolni az esélyünket, hogy hamar tudjunk technológiát venni. Kérdés, hogy hol jelent meg? Lancashire-be, vagy Lancashire, Shire szerintem, pontos kiejtés, tehát Nagy-Britanniában, ami érdekes dolog. Igazából jobban szerettem volna itt Kasztília területén, vagy Portugáliában jelenik meg, az hamarabb eljutott volna talán hozzám, de annyi baj legyen. Ugye az első institúció, amit meg kellett szereznem, a reneszánsz, az ugye Észak-Olaszországban szokás szerint Mantuában élet fel, úgyhogy ez
azt mondhatom, hogy úgy nagyjából közel volt, de ennek ellenére nagyon-nagyon lassan terjedt valami oknál fogva, így csak nem régiben tudtam megvásárolni. Na, ahogy itt megy az idő, lassan kész lesz egy kémhálózatom. Most azért koncentrálnék erre a részre, mert itt sok kis állam volt. És már azért látszik, hogy Jemen és ez az etióp tengely, etiópok egyébként meglepően erősek. Szóval Jemen és az etióp tengely kezdenek megerősödni és átvenni a hatalmat. És mielőtt kialakul itt egy szép nagy állam, valamint Hormuz ugye, tehát mielőtt kialakul itt egy szép nagy állam, vagy kettő, főleg, hogyha még be is szövetkeznek, azelőtt szeretnék én lecsapni ezekre a területekre, és mi hamarabb a magamévá tenni. Ez a terv tehát. Úgy nézem, hogy az első ellenfelünk Davasir lesz. Davasirről jelenleg azt kell tudni, hogy van egy-kettő darab szövetségese, Yas és Fars. Yas-t ugye itt láthatjátok, Fars pedig, ha jól emlékszem, nem emlékszem. Fars, merre vagy? Ja, Fars itt van. Igen, Farsnak egyébként annak ellenére, hogy viszonylag nagy, nem olyan erős a serege. Valamint nem hiszem, hogy nagyon kap engedélyt itt átkelni, ugyanis a timuridák és Musássá, vagy Muszássá a riválisa, valamint az ellensége, tehát nem gondolom, hogy adnak majd engedélyt, hogy itt átkeljen, úgyhogy Hormuz felől számíthatok majd az érkezésére, úgy gondolom. Következő hónapban, tehát szeptemberben már remélhetőleg indíthatjuk is. Nem, még nem, még mindig várnunk kell egy hónapot, októberben fogjuk elindítani a háborút Davasir ellen, közben kigyűlt a Splendorom, hogy vegyek egy új abilityt. Kérdés, hogy melyiket kellene választani. Ugye itt már megvásároltam a Justified Wars, tehát az Aggressive Expansion Impact minusz 10-es bónuszt adó abilityt, valamint az ingyenes Vortex-et, illetve a Cavalry to Infantry Ratio-t. Jelenleg így az én nemzetemre vonatkozó speciális abilityt nem találunk. Kérdés, hogy mit lenne érdemes megvenni. Ezt nem szeretném feltétlenül erőltetni. Ez hát szükségtelennek tartom egyelőre. Ugye ez arról szól, hogy valakitől elkérhetem az alatta álló nemzet fölött az uralmat. Nem fontos nekem most jelenleg, ugyanis nem nagyon vannak ilyenjeim. Ez a koloni dolog, ez nem néz ki rosszul, viszont nem tudok kolonizálni. Hát, kérjük el ezt. Kinda fölösleges. Ja igen, és még egy dolog. Elindítottam a Golden Era-t. Szerettem volna elhúzni a többi nemzet előtt ide áttekintve, és már mindkét idealcsoportból, amit eddig feloldottam, egy-egy hiányzik ahhoz, hogy végezzek velük. És ugye a nemzeti ideák is egész jól állnak, túl vagyunk a felén. Már disziplinára is kaptunk bónuszt, a következő a Protection Efficiency, ami egy nagyon jó dolog. A Stability Cost Modifier az egy közepesen hasznos dolog, és a Trade Efficiency a vége, úgyhogy ezekre gyúrunk, illetve arra, hogy technológiát viszonylag időben tudjunk vásárolni. Láthatjátok, adminból vagyunk csak lemaradva, viszont abból nem sokára tudunk majd vásárolni. Közben vége a... Túl vagyunk a hónapfordulón, úgyhogy ideje gyorsan fabrikálunk egy klémet, és itt már van is klémünk, tehát nem értem, hogy miért erőltettem, lehet ezt elbamboltam egy kicsit. Úgy tűnik, igen. Úgyhogy amint visszaér a diplomatánk, indítom a háborút. Jó. Declare War. Várhatóan ugye ők beszállnak, tőlem nyilván senki, mert senkinek nem áll érdekében, és egyébként nem is nagy baj. Úgyhogy ezekkel gyorsan vonuljunk is be, és minél hamarabb próbáljuk kiiktatni Davasirt a háborúból. Közben lett egy lázadás. Erre egyesítjük ezt a két éjszakon hagyott seregünket. Jó, itt győzelmet adattunk az első csatánkban. Akkor én azt javaslom, hogy ezzel a kis sereggel foglaljuk be a harmadik területet, ez pedig egyesült, és menjünk le megverni. Mielőtt folytatnám a háborút, bemutatnám nektek az egyik nagy újítást. Itt a katonai fülön láthatjátok, ez az Army Professionalism névre hallgató téma.
Ez arról szól, hogy minél többet csatázik az ember, valamint amikor van egy tábornok a sereg élén, és egy helyben áll, akkor elérhetővé válik ez az Enable Army Drilling gomb, ami azt jelenti, hogy nem csak ácsorog és cigizik ott egy területen, hanem gyakorol hadmozdulatokat, tehát ilyen hadászati gyakorlatot végeznek, ami növeli annak az Army Professionalismnek az értékét, amit itt láthattok. Nyilván minél több csatát vívtok, az is eléggé emeli. Ez elég lassan gyűlik, viszont vannak ilyen checkpointjai, hogyha egyet elér, akkor valamiféle bónuszt ad. Itt például az első bónusz, amit mi már elértünk, az azt adja 20%-os Army Professionalismnél, hogy lehetőségünk van Supply Depot építeni, ami egy ilyen, tulajdonképpen egy ilyen ellátási, nem is tudom, utánpótlás depó, nagyjából így lehetne magyarra fordítani. Ilyet én még nem építettem, és megmondom őszintén, nem is nagyon tudom, hogy hova kell, úgyhogy most még gyorsan benézek itt a buildingeknél. Barakt, Training Field, Regiment Conscription Center. Hát, a fene se tudja, hogy ez így mire jó. Sajnos ebből nem készültem fel időben. Nem tudom. Minden esetre az ezt követőeket már nagyjából tudom, hogy mire jó. Következő 40%-nál érkezik a May Refill Garrison, tehát ez egy ostromlott vár esetén, hogyha elveszünk egy várat valakitől, és ezt az opciót használjuk, akkor újra töltődik tulajdonképpen a várban lévő helyőrség, ami azért hasznos nyilvánvalóan, mert nehezebben fogja tudni az ellenfél visszaostromolni. A harmadik, ami 60%-nál jön, az azt tudja, hogy amikor disbandolok egy sereget, tehát tulajdonképpen megszüntetem azt a sereget, akkor visszakapom azt a manpower mennyiséget, tehát azt az elérhető hadba hívható ember mennyiséget, amit ráköltöttem. A negyedik 80%-osnál féláru akciót ad a tábornokokra, tehát 50 pont helyett 25 ér tudom őket kérni. Ez egyébként egy kicsit nekem olyan méltatlannak tűnik, hogy idáig, tehát ez már azért elég komoly, nagyon profi hadsereg. Ez szerintem már egy ilyen 1700-as évek körül lehet elérni. Az, hogy most 25 millponttal több vagy kevesebb, hát nem tudom, ítéljétek meg ti, én magam részéről elég karcsúnak tartom. Az utolsó 100%-nál pedig azt tudja, hogy a morál sebződésünket, tehát egyébként ugye egy csata után romlik a morálunk, még akkor is, hogyha nem annyira egyértelműen rommá verjük az ellenfelet, hanem csak éppen egy szoros győzelmet aratunk, tehát romlik a morál, és akkor azt írja, hogy ugye ez kevésbé lesz durva 50%-kal by reserves tartalékosok által. Ezt akkor fogom tudni megmondani pontosan, hogyha egyszer eljutok majd erre a szintre, hogy ez mit is jelent valójában, de elvileg a morál sebződésünk csökken. Valamint ad egy olyat, hogy Army Drill Gain Modifier plusz 100%, tehát amikor gyakoroltatunk a hadsereggel, akkor még gyorsabban jön a pont, ami nekem megint egy fura dolog, ugyanis itt a legvégén, amikor eléred a 100%-ot, akkor nem tudom, hová lehet még, vagy mi értelme tovább gyakorolni. Azt nem vettem még észre, mert folyamatosan ábrúból voltam, hogy ez csökkene idővel. Nem tudom, fogalmam sincs, hogy ez csökkene idővel. Még azt tudom hozzátenni, hogy ahogy haladunk előre a csíkon, ad további bónuszkot. Jelen pillanatban, ahol állok, ott azt nyújtja, hogy 5,8%-kal olcsóbb a kiképezhető zsoldos egységek ára, valamint 5,8%-kal többet képezhetek ki zsoldosokból, 6%-kal jobban ostromolok, és a tábornokaimnak a fire damage értéke 3%-ot nő, valamint a shock damage is 3%-ot nő. Ilyen bónuszokat ad ez. Ez talán a legnagyobb újítás most a játékban, és ezt még úgy hasznosnak is találom, de azért ebben is van már kivetni valóm.
Mindjárt áttérünk a többi újításra, csak már akkor haladjunk is egy kicsit a játékkal. Mint ahogy korábban mondtam, nem azt tervezem, hogy ez egy ilyen bemutató videó lesz, hanem szeretnék valójában játszani. Na most az a kérdés, hogy Hormuzzal mi legyen. Ha Hormuztól én átkelési engedélyt kérek, akkor ugye Jász is kap automatikusan, de ez azért nem fog problémát jelenteni, véleményem szerint, mert Fars talán még így se tud átkelni a Timuridákon. Tehát kérjünk tőlük átkelési engedélyt, Warscore miatt kelleni fog sajnos. No, el is indítottam Jász felé, tehát Livára a hadseregemet. Kérdés, hogy ő mekkora hadsereggel bír, ami mindjárt kiderül. Hát itt egy darab egysége nincs, úgyhogy rá is ülünk erre az ostromra, és ezt be is vettük. Davasirt kiiktattuk tulajdonképpen a háborúból, de nem is biztos, hogy kell lesz, oda gyere vissza. Farsnak egyébként kíváncsi lennék, hogy mekkora a serege, úgyhogy ezt szépen gyorsan megnézzük a ledgerbe. Csak úgy tudatkozódásképpen 11 ezer katonát számlál. Hát az akkor jelenthet problémát, ha valami oknál fogva itt át tud jönni, és megpróbál erre rátámadni. Egyébként technológiailag egyel áll mögöttünk. Hopp, Jász megjelent. Jász megjelent, valahogy előjött onnan a fenéből, úgyhogy gyorsan egy nagyobb hadsereget elindítok, azért, hogy tudjon segíteni. Szevasz Jason! Üdvözöllek a cseten! No. Ez a háború, ez nem fog sokáig tartani reményeim szerint. Jászt azt nem fogom tudni elkérni, ugye nincs közös, vagy szomszédos területünk, nem is lesz. Davasirt úgy konkrétan el fogom tudni kérni az egészet. És közben kigyűltek itt a kémekkel a kémhálózatok, Basrára és Adenre. Adennel az a jó, hogy igazából Nairán vazallusa. Ugye két legyet ütünk majd egy csapásra, szóval ez nagy öröm. A másik pedig ugye Basra, aki Hormuznak a subjectje, illetve Ardabilnak a szövetségese. Hát oké, okay, egyik se fog problémát jelenteni. Ezeket vissza is hívom. Várjuk közben, hogy véget érjen ez az ostrom. Már Davasir békét szeretne kérni, hát én nem gondolom, hogy ez most. Mit veszítsünk, pénzt, vagy presztist és legitimációt? Hát, igazából legyen presztis és legitimáció. Pénzből próbálok egy kicsit helyreállni, mert szükség lesz rá nem sokára. És közben megjelent itt, hogy tudunk ide átvenni mindkét csoportból, viszont adminból nem szeretnék egyelőre, ugyanis technológiát szeretnék vásárolni. A militarit viszont megvehetjük, ez ugye csökkenti a land attrition, tehát a lemorzsolódást ostromoknál, valamint megkapjuk a land force limit modifier-t, ami egy hasznos dolog, úgyhogy ezt meg is vásároljuk. Kérdés, hogy ez a sereg hol bújik el? Gondolom azon a kis szigeten, úgyhogy én lehet egy kicsit idejövök, aztán integetek a határról. Arra lettem volna kíváncsi, hogy ez Farsnak a hajója-e. Nem írod ki? Basra. Nem, elvileg nem. Az érdekes, hogy nem látom itt igazából a szigeten, úgyhogy lehet, hogy ő át tud kelni itt a Timuridákon. Ami viszont azért furcsa, hogy miért nem támadott még ránk Fars. Mindegy, amíg ő nem támad, én el vagyok. Az a technológia, az lassan eljöhetne. Szeptemberben tudjuk megvásárolni. És még ugye kell az admin pont majd ezeknek a magvasítására is. Hát ezt visszahívhatjuk, ezt a kis kettes sereget, ne lootolják szét teljesen. Mondjuk már egy kicsit ezt hamarabb is észrevettem volna. Szeptember helyett úgy gondolta a játék, hogy itt az idő, augusztusban. Megveszik az admin technológiát, erről van szó. Oké,
3-4 év múlva ajánlott a következő technológia, ami diplóból nem lesz gond, ellenben militariból lehet. Majd rásegítünk, ha tudunk. Itt, ha már ezt feldobta, akkor elmondom a következő újítást. Ez a vallási térképen a szunniták vallását módosítja. Eddig ugye ez egy kétirányú skála volt, ahogy ezt Balázs is elmondta a videójában. Ha az egyik felet oltad el, egyfajta bónuszt kaptál, ha a másik fele, akkor másfajtát. Itt most egy picit változott, ugyanis bejött két gomb. Miszticizmus és legalizmus között lehet balanszírozni ezt a mutatót. Amit láthatjátok, a miszticizmus maxra tolva a hitélítőim erejét növeli, a hadseregeim morálját és az erődök védelmét növeli. Jobbra elcsúszva a legalizmus, az adó, manpower és technológia bónuszokat ad. Ha elér 75%-ot, akkor le lehet vásárolni. Azt hiszem, hogy 25-öt kell érte fizetni. Ez a korrupciót csökkenti, ami egy elég haszontalan dolog szerintem egy ilyen szintre, mert elég nehéz egészen a szélig eltolni. A másik viszont nagyon sok manpower-t ad, tehát én inkább a miszticizmus fölé szeretném tolni a dolgokat, de hát nem mindig szereti ezt a küldetésrendszer. Például láthatjátok, itt is mindkét opcióma legalizmus felé mozgat, csak az a kérdés, hogy mit szeretnék mindemellé. Egy török szunnita teológus tanácsadót, aki kettes skill-lel rendelkezik és unrestet csökkent, vagy pedig admin power-t. Hát ez egyértelmű. Admin power-t fogok választani. Ezen kívül tudunk állami területté tenni bizonyos területeket. Erre talán érdemes lenne ránézni. Ez hol is van, melyik fülben? Economicben lesz, nem? Akkor State Edicts, nem, a Geographical, na meg lett végre. Jó, tehát most ez tartozik a zölden jelölt szűken az állami kézben lévő magterületek körébe. A sárgából választhatunk, hogy mit szeretnénk területté tenni, és ha itt rányomunk erre, akkor kiírja, hogy mennyivel több bevételünk lenne belőle. Itt például majdnem egy arannyal, úgyhogy ezt azt gondolom itt az elején érdemes megválasztani. Viszont azzal a baj ezzel, hogy ugye megint admin pontot illő rákölteni, úgyhogy tovább ezt most nem is nyúzom. Várjuk inkább, hogy mi lesz a háború vége. Kandár úgy gondolta, hogy ő elindul a Timuridák földjén keresztül, újdonsült barátaink irányába. Kérdés, hogy újdonsült barátaink még mindig 7-es technológiai szinten állnak-e? Igen. Még mindig 7-esen, tehát némi hadászati előnyünk van, és hopp, ott is lesz az első csata, úgyhogy megyünk, megpróbálunk becsatlakozni és segíteni még időben. Hát ha odaérünk, elég nagy sereg gyűlt össze, szóval sietni kéne, srácok. Még további két területen kell átkelnünk, december 12-dik, hát igen, ez a baj. Nem értünk oda, de megpróbálunk oda eljutni. Tábornokot már cserélni nem tudunk, de nem is biztos, hogy szeretnénk. Közben itt bevettük ezt a területet, úgyhogy némileg javult a war score-unk. Ezzel próbálnék igyekezni, mielőtt visszanyerni a morálját teljes egészében a seregük. Sajnos tovább futó státuszba tette magát. Jó lenne elcsípni őket. A diplótek már meg is jelent, viszont ezt még nem fogjuk megvenni. Helyette merkantilizmusra költjük a fölösleges diplópontjainkat, hogy ne vészenek el. Barátom, nagyon kár volt előle szaladnod ennyire. Nélkülem. Jó, én azt mondom, küldjünk erősítést. Itt van egy kisebb seregecske. Ez nagyon érdekes, hogy itt nem kapjuk el, mindegy. Lehet csak nekem furcsa. Megpróbáljuk mindjárt egyesíteni ezt a két sereget. Meg is történt. És rohanunk, hát ha be tudjuk őket keríteni. Ezzel a sereggel pedig jövünk nyomukban. Ő már békét kérni, viszont nem lesz elég a war score szerintem ahhoz, hogy mindet elcsatoljuk magunknak. Így van, nem fogadnák el. Még javában sokat kellene küzdenünk. Ez egyedül az oszmároknak nem fog tetszeni, ami engem nem annyira zavar.
Közben gyűlt egy kis admin pontunk, úgyhogy ezt már elkölteném magvasításra. Feltéve, hogyha elegendő lenne. Hopp, itt próbáljuk meg ezt elcsípni. Hát ezt már nem fogjuk tudni. Most viszont igen. Úgyhogy ezt a sereget gyorsan a nyomába küldjük, és jönni fog az erősítés Vars részéről. Viszont ez nagyon egyszerűen megvan. És hoppá, ez egy nagyon érdekes hadmozdulat volt. Ez odaért ezek szerint a csatára, és rögtön fel is adta. Meglátjuk. Ó, hát persze, te olyan vagy, hogy így mindig el tudsz futni. Itt most kikapja a negatívot, hát nyilván mi. Kergetőzünk itt egy kicsit. Medieval a 2 Total War is megvan? Jött a kérdés. A Medieval nincs. A Total War-ok közül játszottam az Attilával, a Rómmal, a Róm 2-vel, a Napóleonnal, viszont a Medieval-lel nem. Jó, ez a csata, ez crossing meg terén miatt mínuszt kap, viszont azért lazán nyerjük, úgyhogy a célunk az, hogy el is kapjuk ezt gyorsan. Ezt a sereget valószínűleg oda fog menekülni. Már egyébként megint nagyobb. Hoppá, nem. Hát nyilván nem. Akkor Jászt fele megy. Gondolom én. Egyesítsük az egységeinket. Igen, ott egy pillanatra, mint a felvillant volna, hogy oda megy. De a szír ki szerette szállni, de én azt szeretném, hogy Fars szálljon ki minél hamarabb. Hát nyilván te... annyira beszari vagy. Hát most miért húzod az időt? Gyere, állj bele a harcba, aztán legyünk túl rajta. A Warhammerre vágyok-e? Hát Jason, nézd, nem annyira. Igazából az a baj, hogy nem annyira kenyerem, nem szeretem annyira ezt a fantasy világot. Érdekes a koncepció mindenképpen, viszont hát nem estem hasra tőle. Egyébként dicsérik. Egészen dicsérni szokták. Hát nézzétek meg, szórakozik velem. Na talán itt, nem, itt se. Hát milyen sebességgel közlekedsz te, barátom, most hova mész most? Nyilván nem látom tőled. Birjant. Az egy érdekes döntés, főleg, hogy... nem is tudom, hol van. Na, itt vagyok, bocsánat. Szóval, annak ellenére, hogy Birjandra jelezte, nem tudom, hogy oda ment-e, vagy Tavaszba, mondja, kiderül, de hát hát már ott jár, hát ezt elkapni esélyem nincs kávé. Annyira gyors, milyen tábornokkal közlekedsz te? Hát jó, ezt már megint nem látjuk meg. Valószínűleg nagy a... Igen, hármas a... micsodája, manőver értéke. Sajnos én meg nem is tudok tábornokot cserélni. Nekem egyes. Azért közlekedik ilyen marha gyorsan. És kerülgetem tulajdonképpen. Na talán most beszoríthatjuk? Tetszene? De hát olyan gyorsan megy, hogy nem hiszem, hogy el fogjuk tudni kapni. Gyerünk. Jó, ott jó lesz. Végre elkapjuk. Mi? Micsoda? Ne viccelj már! Hát édes Istenem. Megint kijelzi a csatát, és ez annyira utálom, amikor kijelzi a csatát, hogy elkapjuk, és a végén nem. Nyilván most ott tudtuk elkapni, ahol mínuszt kapunk az átkelésre, de nem számít, legalább elkaptuk. Jó, hát nyilván túléli, de nem baj, közben itt a kis barátaink, Kandár foglalgat. Vissza kell ugye érnie a saját területére, úgyhogy azon leszek, hogy ha lehet, elvágjam az útját. azonnal rohan.
No, és feljött itt egy következő dolog, ami említésre érdemes, cultural interakció, amit itt találtak a government fülbe. Ezt kifejezetten a mamlukoknak adták ezt a lehetőséget, tulajdonképpen a Third Rome-ban tapasztalható orosz, illetve moszkovit megillető külön actionökhöz hasonlóan. Ez egy ilyen passzívan önmagában növekvő dolog, ami ha eléri a 100%-ot, akkor kérhetünk érte valamit. Jelen esetben az első gyűlt ki, ami egy évre biztosít nekünk olcsóbb technológiát. Mivel most nem annyira akarunk technológiát venni, ezért nem erőltetném annyira ezt a dolgot. Közben annyit tettem, hogy a török kultúrát beraktam az elfogadott kultúrák közé. Majd amikor technológia vásárlás előtt leszünk, akkor érdemes ezt aktiválni. A második fül az Circassian Slaves, tehát ha jól tudom, ez Szirakúza, magyarra fordítva a szirakúzai rabszolgák. Hogyha ez kigyűlik 100-ra, amit itt láthattok, hogy elvileg kigyűlt, de ezt mindjárt belemegyünk, hogy miért nem tudom megvásárolni, akkor lehet vásárolni, vagy pénzt kérni tulajdonképpen. A harmadik fül pedig a szirakúzai földek, ami manpowert biztosít. Nos, ugye említettem, hogy ezt a mamlukok kapják, csak ezeket a bónuszokat. A mamlukok választási rendszere úgy néz ki kezdésből, hogy itt van egy uralkodó, akit kapsz, akinek van valamilyen kultúrája, illetve vallása. Ez is új dolog egyébként, hogy az uralkodóknak, illetve tanácsadóknak van külön vallásuk és kultúrájuk. Erről is ejtek majd mindjárt pár szót, de minden szépen sorjában. Szóval itt az uralkodóm. Ha ő elhalálozik, akkor kapok három opciót, akik közül választhatok, hogy ki legyen az örökös. Az örökösök különböző területekről érkeznek. Vannak ilyen beduin jellegű örökösök, vannak szirakúzaiak, meg a harmadik, azt nem tudom most megmondani, vagy lehet, hogy négy van. Mindegy, úgyis ki fog derülni szerintem, mert 56 éves. Azt szerint, hogy mit döntök, vagy kapok a szirakúzaival együtt 15 hogy is hívják, Army Tradition-t, vagy választok egy másik fajtát, akiknek meg az az előnyük, hogy tulajdonképpen elérhetővé teszik ennek a két opciónak a használatát. Tehát itt már mindkettő nekem kigyűlt 100%-ra, ez már 150-re is, viszont nem tudom beváltani, mert nem olyan, tehát arról a területről, ahonnan az uralkodóm származik, olyan területtel nem rendelkezem. Tehát jelenleg ugye Circassia, vagy Syracuse, vagy nem is tudom, hogy kell ezt magyarra fordítani, de azt gondolom, hogy így. Szóval itt csak az elsőt tudom beváltani. Ha viszont Beduin uralkodót választok, akkor nem kapok Army Tradition-t, viszont ezeket tudom használni. Most ezt láttam a leghasznosabbnak, ezt az uralkodót. Úgyhogy ezt most pihentetjük egy kicsit, ezt el is tüntetjük innen egyelőre. Folytassuk a hadászatot. Kergetőzzünk még egy sort. Itt összetalálkozott Fars alázatokkal, aminek örülünk, mert megállították őket, és ha jól látom, meg is verik. De mindjárt megpróbálunk még beszállni a küzdelembe, hát, hogyha odaérünk, nagyon jó lenne. Ne! Sajnos addigra értünk oda, hogy a lázadók ellen kell harcolnunk, úgyhogy segítettünk egy kicsit a timuridáknak, és megvertük a lázadóikat. Na, álljon már meg az idő. Helyes. Oké, te Sirászba mész tovább, úgyhogy megpróbálunk téged követni. Az jó lenne, hogyha... Hát nem oda megy, nyilván. Szerettem volna, hogyha beszorulod a Zagros hegység alá, de sajnos ez nem jött össze. Megpróbáljuk megint itt elkapni, vagy Mogosztánba, vagy ki tudja, Hormuzba, vagy a fene se tudja. Hol sikerül, sehol leginkább. Addig ti tegyétek a dolgotokat. Ha még egyszer elsikerülne kapnunk, az nem lenne rossz. Ugyanis akkor szerintem kibékülhetnénk velük. Jó, hát átkelt az arab félszigetre. Ő döntése. Nem tudom, hogy meddig fogunk itt kergetőzni. Megnézem, hogy kiszállnának-e. Valószínűleg ki, mert már alacsony a háborús kedvük. Fars, drága barátom, te miért nem szeretnél kiszállni? Hát mert még nem vertelek meg egészen jól, és még erődöt nem foglaltam el tőled.
Úgyhogy bohóckodjunk akkor még egy sort. Itt viszont, barátocskám, már tudok más tábornokra váltani, viszont sajnos manőveres tábornokom nincs, aki igazán jó lenne ebbe a mozgás témába. Úgyhogy most egy hatalmas kergetőzés fogja kezdetét venni, úgy érzem, addig ti tegyétek a dolgotokat, jó? Eszméletlen, eszméletlen, hogy játsz itt az agyát. Mit szeretnél most Hormuzba visszamenni? Baszír, mindenki átenged téged. Ne viccelj már, hogy még ott is átmész. Elég nevetséges. Na, akkor menjünk mi is. Tehát hozzánk képest ők konkrétan szágot. Azt nézzétek meg, mennyi 5 tartományt tett meg addig, amíg mi itt cseszekedtünk. Ez nevetséges. Remélem, hogy kitartotok egy ideig. Hát nyilván nem. Menjünk, srácok, siessünk, léci. Hát nem érünk oda. És meg is ette azt a Kandari hadsereget. Nagy öröm ez nekünk. Nem baj, most már letojom. Be fogom foglalni itt a fővárosát. Gyorsan. Még rá is gyorsítok. Nem akarok többet tökölni már ezzel a háborúval. Befoglalom, és akkor kidobjuk őket hamar a háborúból. Hát ez vicc, hogy itt kergetőzünk. Ilyen manőver, ez egy picit OP lett. Nem tudom, hogy ezen változtattak-e. De ez egy kicsit erős nekem. Jó, hát megint elindult, mint látjátok. A diplópontunk megint elég sok, de lassan már szükség is lesz rá. Valószínűleg vissza szeretné majd ostromolni azt, amit már bevettünk, de hát remélhetőleg erre nem lesz ideje. Hát hihetetlen 42-vel se tudjuk bevenni, miért is tudnánk. Hormuz közben megpróbálja legyőzni a lázadóit, összegyűjtötte erejét, úgy tűnik. Na, meg lesz 78%, nevetséges. Tudjátok mit, nem nagyon lázadgatnak jelenleg, indítsuk el ide a seregeinket, aztán próbáljunk meg valamit okosat csinálni. Hoppá, Aden, veled mi történt? Na, közben jött egy esemény, bevettük Shirazt, oké, ezzel mindjárt foglalkozunk. Shirazban, aha, azért mert bevettük Shirazt, azért kaptuk ezt az eseményt. Mit tudom én, válasszuk ezt, úgyis van most pénz. Oké, állítsuk is meg az időt, mielőtt ez beveszik, és azt mondom, hogy farsz, örülnék, hogyha te kilépnél ebből a háborúból. És szeretném, hogyha a Trade Power-ödet, valamint War Reparation-t biztosítanál számunkra. Amellett, hogy az összes pénzet ideadod. Nagyszerű. Oké, ezzel térjünk haza ezzel a sereggel, és beszéljük meg Yass-szal, hogy mi lesz a következő lépés. Yass, drága barátom, téged ugye nem tudlak elkérni. Viszont, hát nyilván a pénzedet szeretném, egész sokat összegyűjtöttél, War Reparation, Trade Power-t. Nagyszerű. És most jössz te barátom, Devasir. Devasir, tőled szeretném elkérni az összes területed, az összes pénzedet. Ez nem kell neked már. És ennyi. Igazából. Jó. Meg is történt végre ennek a hülye háborúnak. Kezdjünk el magasítani. Ezt a seregecskét, ezt a lázadó seregecskét leverjük, hogy tudjuk azt is magasítani. Aden, te most senkivel nem vagy szövetségben, úgyhogy hamarosan nem csak szövetségben nem leszel, hanem az élők sorában. Elindult a háború ellened. Oké, ezt magvasíthatjuk, legalábbis elkezdhetjük magvasítani. Mindjárt véget ér a felfedezésekkora. Hát igazából oké, mert mindent megvettünk, ami fontos volt.
Ezt a sereget osszuk kettőbe, hogy ne szenvedjenek. Nyilván nem a Wastelandre kéne küldeni. Na, hogy állunk technológia ügyben? Egy-két év múlva kéne, lenne optimális megvenni, ez diplóból sikerülni is fog. Talán militariból 2 év múlva fog összejönni, adminból nyilván szokás szerint le leszünk maradva. Főleg, hogy itt is kell még magasítani. Magabból ideát is jó lenne venni. Úgy látom, mindkettő helyre jutott neki egy-egy erőd, úgyhogy próbáljuk meg kicserélni olyas valakivel az ostromló sereget, aki még egy picit ért is az ostromláshoz. Az igen, jó nagy körbe mész, nem baj. Davasszírnak meg is van az ostroma, akkor most téged cserélünk majd ki vele, mert te egy inkompetens tábornok vagy, ha ostromlásról van szó. Ahogy is van, te jöhetsz haza. Addig, amíg tart ez az ostrom, nézzünk szét még, hogy mi van itt újítás. Beszéltem erről a vallásos dologról. Ugye itt láthatjátok a tanácsadóinkat. Jelenleg mindenből kettes van kivéve az admint, ami lehet, hogy megfontolandó, hogy abból is kettes legyen. Jó, ezt is veszítsünk. És itt láthattok mellette új kis jelzőket. Ez azt jelenti, hogy itt például kopt vallású és örmény kultúrájú ez a tanácsadó. Aztán szunnita vallású, ugye, ami megfelel a mi vallásunknak, és egyiptomi kultúrájú, tehát egy tökéletesen jó tanácsadó. A harmadik pedig egy szunnita vallású és török kultúrájú tanácsadó, aki egy közepesen jó dolog, jó tanácsadó. Az első tanácsadónak ugye se a vallása, se a kultúrája nem elfogadott nálunk, vagy nem alap kultúra, illetve vallás nálunk, ezért őt nem is tudjuk előléptetni. A második emberünknek ugye megfelelő a vallása és a kultúrája is, tehát mondhatni ő a tökéletes, őt elő tudjuk léptetni. Erről is mindjárt szót ejtek. A harmadiknak ugye a vallása jó, a kultúrája közepesen jó, a török az nálunk elfogadott, ugye az előbb tettem be, hogy fogadjuk el ezt a kultúrát is. Őt is elő tudjuk léptetni, viszont nem tökéletes, de ő egy közepesen jó tanácsadó számunkra. Mi is ez az előléptetés? Nos, láthatjátok, hogy egyébként 1-es, 2-es, 3-as szinten is lehet nyomogatni ezt a gombot, egészen 5-ös szintig felfele. Hogyha eléri az 5-ös szintet, akkor 5 bónusz monarchi pontot ad az adott kategóriára, viszont marha sok pénzbe kerül. Ugye látjátok, egy szintet léptetni, 313 arany majdnem, vagy dukát majdnem, és ugyanúgy fizetnem kell a 3-as tanácsadói díjat, tehát ez már nem tudom, ilyen 9 arany körülbelül havonta, ami azért elég durva. Tehát kiknek segít ez? Összességében nyilvánvalóan a gazdag országokat fogja ez is segíteni, tovább növeli majd a szakadékot a gazdag országok és a, hát a szegényebbek között. Ugyanis ugye nem elég, hogy jó sok pénzed van, még rá tudsz erősen dolgozni az admin dipló, illetve military pontokra, monarchi pontokra is. Ezzel a háborúval végeztünk, szeretném még Pászrát és Hormuszt egy csapásra elintézni, úgyhogy rendezzük a seregünket aszerint, hogy hamar hadmozdulatba kezdhessenek. Kérdés, hogy itt a környékbeli országok mennyire fognak ennek örülni? Hát, lehet, hogy nem annyira. A manpowerunk ez volt már jobb. Hormuznak azt hiszem ez az összes serege, tehát összességében egy 12 ezeres haderővel fogunk szembenézni. Ami nem tűnik vészesnek. Hogyha végre meg lesz ez az ostrom, szörnyű, hogy ilyen kezdetleges kettes erődök elleni ostromoknál ennyit kell várni. Szudánban új állam. Jön létre méghozzá Funcs. Jó van Funcs. Hát Funcs barátom. Megpróbálunk gyorsan lecsapni rád.
Bár egyébként Etiópia ellen elég hasznos lenne. Oké, megvan ez az ostrom is, úgyhogy hazahívhatjuk ezeket az egységeket, és lezárhatjuk ezt a háborút. Kinek nem tetszik ez? Még mindig csak az oszmánoknak, úgyhogy ezzel rendben is vagyunk. Sandy ment. Újabb két területtel gyarapodott a birodalmunk. Ezeket magvasíthatjuk is gyorsan. Újabb esemény. Az Ulemma nevezetű esztétünk veszít 15 lojalitást, ami jelenleg ugye 47, tehát ennek nem örülünk. Vagy pedig miszticizmus irányában megyünk, és mindenki boldog. Hát ez azt hiszem nem kérdés. No brainer, ahogy Balázs mondani szokta. Jól van, Hormuz. És Basra, eljött a ti időtök. Ez hol volt ez az Ardabil? Ardabil. Ó, ez te vagy. Hát jó. Megvárjuk, még odaér ez a sereg, hogy gyorsan és hatékonyan le tudjunk csapni rájuk. Őket Hormuznak milyen szövetségesei vannak? Ó, a Timuridák. Hát oké. Akkor ez egészen egyértelmű, hogy Baszrát fogjuk támadni. Ó, nem lép be Hormuz. Az kellemetlen. És miért nem lép be? Mert van egy csomó adóssága. Az elég kellemetlen, úgyhogy ezzel várunk egy picit. Addig Ardabillal én beszélnék, hogyha benne lenne, hogy szüntesse meg Baszrával a szövetségét. Jelen pillanatban nem kívánja ezt megtenni. Nem baj, majd idővel megteszik. Megvehetjük a diplótekket. És nem sokára a militarit. És az admin is egész szépen kezd beérni. Most jó sokáig nem lesz szükségünk diplótekre, úgyhogy a diplópontokat önthetjük a merkantilizmusba. Meg is van a militari is, úgyhogy jött vele új egység is, méghozzá gyalogsági egység, ezt fejlesztjük fel. Hormuz, drága barátom, az van, hogy kifizetném én az adósságodat. Na, ez mit szólsz? Ha most rátámadok a kis barátodra, akkor beszállsz. Jó. És te mennyire szeretnél beszállni egy ilyen háborúba? Hát eléggé. Nem tudom, hogy tudnám ezt a Great Power Action-t esetleg növelni. Annak az erősségét, hogy ne lépjen be. Sehogy. Úgy látom, sehogy. Jó. Akkor Basra. Így megyünk ellenet háborúba. Ú, de hülye vagyok, megvárhattam volna. Igazán megvárhattam volna, amíg feltöltődik. No, se baj. Á, ne támadjunk, túl sok lesz a veszteség. Annyira buta voltam, hogy nem vártam meg, még a morálunk feltöltődik. Alapvető lett volna. Jó. Itt legalább nem lesz baj a kergetőzéssel. Kander úgy tűnik újra képezte a seregét. Attal is kapjuk Hormuz seregét. Az sose baj, remélem, hogy stack wipe lesz. Az lett. Jó, egy fél nap. Most osszuk félbe ezt a sereget és küldjük le. Itt marhára nincs szükségünk ekkor a seregre, úgyhogy ezt is lejjebb küldhetjük, és itt már meg is ütközünk majd Basrával. És ha minden jól megy, ez is egy stack wipe lehet. Na, az lett jó, helyes. Alright. Alright, buddy. Jó, jöjjünk is be ezekre a területekre, mielőtt Hormuz itt nagy átkelésekben gondolkodna. Természetesen a hajóhadja ott van, úgyhogy nem annyira enged majd minket átkelni. Meglehetősen nagy területekkel bír Hormuz. Törjünk előre tovább.
ezt az ostromot is megnyertük. Közben meghalt egy tanácsadó, méghozzá a diplomata tanácsadónk, amiből nincs is szükségünk kettesre. Egy trade efficiency 1-es az tökéletesen jó lesz, és inkább ebből lenne szükségünk kettesre. Megnézzük, mit ajánl nekünk a játék. Egyik rosszabb, mint a másik. Hát most ezt, erre mindig sajnálok pénzt költeni, de egyefene. Milyen jó lelkű vagyok, Jason, mire írtad ezt? Sajnos a hajók miatt nem tudunk átkelni erre a kis szigetre. A Bál szigetére. És meg tudnánk venni az admint, de adminból továbbra is technológiára gyűjtünk. Majd talán utána megvesszük. No, itt ez a 7000-es sereg, ezt küldjük előre. Aha, Hormozit gyűjtögeti a seregét az átkelési ponton, nekem 8. Itt a gyengébb tábornokkal rendelkező sereg, ez nyugodtan eljöhet. Ezt ott fogom hagyni. Itt megvárjuk az ostromot. Jó. Egyébként valószínűleg holnap este lesz még egy EU4 stream, az Balázsral lesz a szokásos OP-rán co-op streamünk. Az mindig jó hangulatban telik és jól szokott sikerülni, úgyhogy meleg szívvel ajánlom nektek, hogyha ráértek és van hozzá kedvetek, akkor gyertek és nézzétek majd meg. No, folytatódik itt az ostrom, lehet ezt a profi ostrom tábornokot elindítom, hát hogyha megéri. És nem fölöslegesen megyek, itt egy 1000-es sereget már megint sikerült kiképeznie, úgyhogy számíthatunk, hogy átpróbál majd jönni Katarba. No, újabb küldetés. Jó, próbáljunk a miszticizmus irányába mozdulni. Nem értem igazából, hogy miért akar mindig a legalizmus felé vezetni. Admin power-on 9-el nő havonta, tudunk ezen valamit segíteni. Veled nyilván nem, ti itt lent, ti adtok admin pontot. Adunk nektek ilyet, és nem tudunk követ kérni. Egyelőre 17-ig, úristen, még 11 évig nem tudunk admin pontot kérni. Úgyhogy ezt nem is fogjuk még egyelőre erőltetni. Hát te oda se fogsz érni, kis barátom. Az a helyzet. Jó, vegyétek be, aztán kivárom. Tudunk téríteni, jesszus úristen. 1111 hónap alatt, hát ezt nem fogjuk elkezdeni. Ez fenesse kezd vele ilyenbe. Jó, hát miért is lenne meg hamarabb az az ostrom, te? Te kis buta. Az a gond, hogy lehet szükségünk lesz a flottánkra. Meg kellene gyalázni ezt a hormozi hajóhadat, ami 2 darab kis hajóból és egy gályából áll tulajdonképpen, meg 4 szállító hajóból. Ez a flotta, ami itt van, ez 4 közepes hajóból. Hát, láttam már izmosabbat, vegyünk fel egy admirális urat, aztán próbáljunk meg oda menni. Hát, ha nem kapunk ki, nagyon jó lenne. De van még egy hajója. Nyilván legitimációt vesztünk, stabilitást, ha lehet, elkerüljük. A stream végén Omán, te mit emberkedsz és miért emberkedsz? Ó, most komolyan voltál meg ilyen kis hülye, hogy belekezdted gyorsan egy háborúba. Mennyire jó fej vagy? Ha tudtam volna, hogy ezt te ostromlod, hát kap be akkor. Hát Omán, te hogy lehetsz ilyen paraszt? Most ezt csinálod, tudod, mi lesz ebből? A háborúba fogunk menni. Eddig nem emberkedett itt, hogy belekössön Ormuzba, most meg nagyon keménynek érzi magát. Ezt nyilván nem mi vezetjük, úgyhogy várnunk kell vele. Na jó, Tegálira tegyünk közbe egy ilyen claim dolgot. És várunk, hogy kijöjjön Omán ellen is a Spy Network.
Hihetetlen. Közben a hajóink megtalálták a hormozi flottát, és úgy tűnik, hogy meg is fogják verni. Foglaltunk el a hajót? Nem tudom. Viszont most már át tudunk oda kelni. Illetve majd ide is át fogunk tudni. Nem sokára. Azt a hajóflottát jó lenne nem egyesítenék, úgyhogy azon leszünk, hogy külön-külön szétkapjuk őket. Most először ezt megpróbáljuk szétkapni. Hormuz már szeretne békét kötni velünk, nem fog. Jó. Ott lesz még egy hajócsata. Mit csinál? Most viccelsz, Omán? Hogy lehetsz ennyire gyökér? Jó. Akkor legyen így. Tudod mit, legyen így. Azt mondom, visszajövünk ide, mert ha ezt elfoglaljuk, kénytelenek lesznek a hajók kijönni. Szabasz, Engine! Mi újság? Hogy vagy? Hogy telt a napod? Mi a helyzet? Hát nagyon adnám, ha kikapna Omán, de nem fog. És itt mi fog történni? Hormozia, ide menekül szegény. Hát ez ennyi volt. Nagyon ajánlom, hogy ne kösd békét, Omán. Sajnos ez a warscore még nagyon-nagyon karcsú. Főleg, hogy ugye nem mentünk ide fel éjszakra, de úgy látom, hogy valaki már Karakujonlu már ostromolja Ardabilt, hogyha egy kicsit meggyengítenék, az nem lenne rossz. Nem, amúgy szerintem nincs baja igazából a Bogival, hát csak... Kapjunk Army Professionalism-et? Hát, igen. Kapjunk. Közben kigyűlt az admin tech-re való pont is, nagyszerű. Utolértük magunkat. Hál' Istennek, illetve a többieket. Vettél ma a videókártyát? Na, miért vettél? Mesélj, Engine. Mi van, Engine? A bogis dolgot is szívesen meghallgatom. Meg a videókártyásra meg külön kíváncsi vagyok. Most ez a fővárosa hihetetlen. Annyira gyökér ez az Omán. Szükségünk lesz egy új tábornokra is. Te egész jó vagy. Ha kigyűlik végre ez a Spy Network 20%-ra, akkor lesz el bajba Omán, drága barátom. Fekete narancs a videókártya. Vanba közben egy lázadás kitört, ami elég pocsék időben jött. Erre nem is figyeltem, úgyhogy mindjárt megpróbálunk oda csoportosítani seregeket. De a fekete narancson kívül mondjuk a típusára kíváncsi lennék, esetleg az adataira. Csak hogyha érted, ráérsz leírni. Te milyen tábornok vagy te? Hát, egy közepesen jó vagy. Jó, elég lesz ez a 22 ezer ellened. Menjetek oda, srácok. Vanba volt egyébként egy erőt, ha jól emlékszem, csak lebontottam, mert gondoltam tök fölösleges, tévedtem. Ó, Engine, hát ezt nagyon-nagyon szomorúan hallom. Azt gondolom, ez nem is annyira a streambe való témát, szóval ezt majd személyesen viszont szívesen megbeszélném veled, hogy mi volt ez, ami ennyire kiakasztott, mert biztos, hogy nem apróság. Sajnálom. Jobban, mint hogy ezek a nyomorék lázadók itt szerencsétlenkednek. Na, ez lassan kigyűlik. 2 hónap múlva. Mehetünk Omán ellen, remélem addig nem köt békét, mert akkor szolidan is azt tudom mondani, hogy agyfaszt kapok. Hát de, békét kötött. Hogy a jó Isten... Majd mondtam egy csúnyát. Ó, a 6 GB-os 1060 GB ráadásul. Azt tetszik. Azt tetszik. Gratulálok hozzá. Hát nem tudom, bicikliknél szokták mondani, hogy egészséggel használ, de amúgy tényleg. Szóval élvezd ki. Nagyon jó játékot kívánok vele. Megérdemelsz végre egy jó videókártyát. No. Most ezúttal mi ostromlunk.
Az a célom egyébként, hogy levágjam itt Hormuzt a további terjeszkedésre. Illetve, hogy valaki mondjuk egy ilyen ománféle paraszt ráugorjon, azt megelőzzem. Jó, itt sikerült legyőznünk, úgy tűnik a lázadókat, és Kandármár segít is visszafoglalni az elfoglalt területeinket. Oké, Hormuz ostroma megvan. A kérdés, hogy Ardabil hogy áll? Azt mondja, hogy ő szívesen véget vetne ennek a háborúnak. Hát, erre én is azt mondom, hogy én is szívesen véget vetnék. Ugye pénzt nem szeretne adni, de nem is kell nekem, szóval én azt mondom, hogy oké, ez mehet így fehér békébe. Tőletek igazából sok mindent a pénzen kívül nem szerettem volna. És rögtön 100%-ra is ugrott a warscore-unk, és itt az utolsó tengeri csatánk Hormuzzal. Jó lenne elfogni pár hajót tőlük. Ha ez befejeződik, kötjük is szépen a békét. Vissza is hozhatjuk ezt a sereget innen. What? Ezt most nem látom, hogy elfoglaltam. Elfoglaltam, jó. Nagyon fura volt. Egy hajót sajnos elveszítettünk. És nem sikerült elfognunk több hajót, jó. 100% a war score-unk. No. Beszéljünk előtte Hormuzzal, hogy mit szeretnénk tőle elkérni. Kíváncsi vagyok, hogy mit szólna egy ilyen nagyobb horderejű békéhez. Azt nem kérem, a főváros nem szeretnéd esetleg átadni, de viszont ezt meg nem tudnám magvasítani szerintem így. Jó, akkor a fővárosodat nem kérjük el egyelőre, az ott maradhat. Kérjük el ezt így. Ez kinek nem tetszene? Az oszmánoknak nem tetszene, az engem legkevésbé sem érdekel. De jövő héten gépépítés. Ó, Engine, nem szeretnél belőle egy live-ot csinálni? Annyira megnézném. Oda vagyok, élek halok az ilyen gépépítő és live-okért. Annyira mindig is vágyom volt, hogy egyszer én is építsek gépet, viszont még nem adódott alkalmam rá. Na, kérjünk tőlük egy kis War Reparation-t is, az összes pénzüket, meg ezeket a területeket. Oksa. Ezeket el is kezdhetjük minél hamarabb magvasítani. És végül, majd ha hazaér a diplomatán, kibékülünk velük is. Addig pedig tegyünk egy klémet Funzsra. Méghozzá erre, mert ennek a legnagyobb a developmentje. Tehát ez a legértékesebb terület. Ennyi elég is, én azt gondolom. Jelen pillanatban Velájtával, Velácstá, vagy a fene tudja, hogy kinek lett a szövetséges, és sajnos Etiópia begarantálta a függetlenségét. Ez roppant kellemetlen. Etiópia itt nagyon barátságos, mindenkit játszik. Beszövetkezett NRA-val és Velájtával velük, és garantálja Funcs függetlenségét. Viszont akkor az azt jelenti, hogy Jemen csak Varsangalival és Ajuránnal van szövetségben, úgyhogy talán Jemen-t kellene még innen kiiktatnunk. Majd rá is küldünk egy jó kis kémet. Jó, ezt a sereget visszahívhatjuk, és kibékülhetünk Basrával. Továbbra is csak az oszmánok, nem most már Hormuznak se annyira tetszik, de az se érdekel, egyrészt békénk van, másrészt meg elmúlik egy fél év múlva ez a problémájuk. Jó, ezt kezdjük el magvasítani. És akkor Hormuz még itt létezik, meg azon a kis szigeten, meg ugye ezen a szigeten. Oké, nagyon jó. És most már elérjük Jászt és Ománt is. Nagyon baba. Én nagyon szívesen nézném, meg adnék segítséget. Mikor? Jövő héten gépépítés. Na hát az jövő héten. Ha szólsz, hogy lesz tényleg, és szeretnéd, hogy ott legyek, akkor ott leszek. Na, Muszkovi úgy döntött, hogy berak engem riválisnak. Batev. Ha így kívánod, hát legyen. Jó, ezt a flottát, ezt egy kicsit visszaküldeném ide gyógyulni. Aztán majd újra ráállítjuk a trade útvonalra. Már csak a ramokkal vagyok bajban, de úgy néz ki, 40 alással is fogom letornászni a 16 GB árát. 4 darab 4-essel gondolkodsz, Engine? Esetleg még megnézhetnénk azt, hogy Jemen barátai, ugye Ajuran,
aki jelen pillanatban itt van, és ő mondjuk elég fenyegetőnek tűnik, hogy ő nem szeretné megbontani Jemennel a kapcsolatát, nem. És Várszángáli? Hát ő majdnem, de annyira azért mégsem. Ajuránnak mekkora a serege, illetve Várszángárilak. Ajuránnak 9000, ami sokkal kevesebb, mint amire gondoltam, Várszángálinak pedig 8000, jó, az 17000. És még akkor, ha már itt vagyunk, a jemeni sereget megnézhetjük. 14000, hát igen, Jemen egész erős. De hát mit érő azzal a sereggel? Semmit. 4x4 vagy 2x8. Hát a 4x4 ez nem hangzik rosszul. No, újra kigyűlt a Splendorunk, hogy vegyünk egy Ability-t, ami megint egy roppant fölösleges dolog lesz. Tök mindegy, igazából I don't care. Hogy állunk lázadók terén? Hát elég sok mindenki jelentkezik arra, hogy fellázadjon, és Davasíriek fel is fognak nem sokára, úgyhogy ezeket bekészítjük, ezeket a seregeket. In case of emergency. Hát ez a supply limit, sehol se túl, ó, nagyon jó stabilitás, jó, indítsunk el téged is délre. Tőlem kérdezett Jason, hogy mit tervezek estére, ma estére? Hát, játszogatni, de hogy így konkrét tervem még nem volt. Kandár, mit szeretnél? Royal Marriage-et kötni? Persze, Kandár. Bármit, bármikor. Fel is lázadtak, gyorsan csapjunk is le rájuk. Még mielőtt elfoglalják azt a területet, jó, rád nem is lesz szükség. Nem kell, nincs szükség a szeparatizmusra. Hát nem tudom, melyikkel jössz ki egyébként olcsóban, a 4x4-el vagy a 2x8-el, de a 16 GB az szerintem ma már teljesen valid, és én is azt ajánlom, hogy az alá semmiképpen nem menj. Egy ilyen buildhez, amiben már ilyen videókártya zörög, azért illik a 16 GB. Na, mikor tudunk esetleg ide átvenni? Jó, én nagyon sokára, pedig ez jó lenne még ez a production efficiency dolog, meg ugye a development cost, ez annyira nem fontos. Mégis érkeztek a következő lázadóink, Trebizonddal lejár majdnem sokára a Trebizondnál a Casus Belli. Kigyűlt Jemen ellen a pontunk, úgyhogy valahova dobjunk ki egy claimet. Hát, legyen ez. What? Ja, 25-ös kell, akkor nem gyűlt ki, oké. Viszont itt valaki Ománnál kigyűlt még egy. Jó, hát nyilván a főváros az nekem teljesen adná. Drága Omán, ha már ilyen marha jó arc vagy. És kivel vagy te szövetségben, vagy ki? Senkivel. Senkivel. Lehet téged kéne egy hamarabb szétcsapjalak, mert megérdemelnéd amúgy. Kell, hogy fusson a Minecraft. Igen. Jó, hát... Ilyen trade power miatt ez az opció. Tudunk-e valamit építeni, ami hasznos is? Hát ezek nem kifejezetten, talán ez a kettő. Aha, hát sok pénzünk van, úgyhogy ez a kettő az mindenképpen. Ez maradhat. Kíváncsi lennék, hogy hogyan terjed az idea. Vagy idea, bocsánat, az institution. Sehogy. Tehát úristen, még csak nyaldossa igazából az európai kontinens nyugati oldalát. Tehát ez még marha messze van tőlünk. Jó. No. Kérdés, hogy menjünk-e már rá Jemenre. Jó lenne kiszorítani mindenkit igazából innen az arab félszigetről. Ezt tetszene. Jemen vagy Omán? Omán az egy könnyű célpont lenne, Jemen kevésbé. Hát manpowerből egészen el vagyunk. Jó, menjünk neki az erősebbnek. Közben ránézek majd az opinion mapra, hogy a többiek hogy állnak velem. Hát már azért sárgul már a kukoricaszár. De még talán belefér. Ha még nem piros, addig jó. Lázadók, hát ez van lázadókedv.
Ó, tudjátok, mit felejtettem el? Beváltani ezt, mielőtt technológiát vettem. Na mindegy, majd a következőnél akkor. Jól van, Jemen. Kigyűlt megint a pont rád. Legyen. Legyen most. Ez. Oké. Okay. Hopp, ez mi? Szkolárt hívhatok, ez is egy új dolog. A szunnita hitet követők között, ugye vannak országok, olyan régiók, akik másfajta tanítást követnek. Például egyébként attól függetlenül, hogy Jász szunnita, ő ezt a Hanabalit követi, úgy szintén Omán, itt délen viszont Mahra már a Safit követi. És Jemen is. Mi akkor választhatunk különböző ágazatok közül, hogyha az adott kritériumnak megfelelünk, tehát megpróbálom ezt értetőbben. Most a Shafrit, tehát ezt az alap vallást követem, ami plusz egy merkantot ad. Ha a Hanafit meghívom, akkor az admin tech olcsóbb lesz, viszont ez akkor lehetséges csak, hogyha jóban vagyok Kandárral. A Hanabi az akkor válik opcióvá, hogyha jóval vagyok Jászszal, és ennek a pozitívuma az, hogy az agresszív terjeszkedés, az agresszív expansionnek a hatása kevésbé érvényesül. Az nagyon hasznos lenne, de hát Jászszal nem igen leszek jóba. Tervezem is lenyelni. De hogyha elfoglalom, akkor talán jó lesz ez, és minden esetre most ezt tudjuk választani, de egyébként még bemutatom a többit. Maliki-nél jobban kell lenni Marokkóval. Ez development costot csökkent. Izmaili az Musashát kell elfoglalni, vagy jóban lenni. És legitimációt ad, és sok damage-et ad a Jafari, aminek pedig Arbadil áll az útjában. Na, nem tudom miért léptem ki, ezt meghívjuk. Ez 50 admin pontba kerül, de olcsóbb lesz az admin tech. Szuper. Oké, visszajövünk erre a képernyő. Ez is egy újítás volt egyébként. Jó, és én azt mondom, hogy menjünk is neki Jemennek. Nézzük meg, hogy beszállna, mielőtt még neki mennénk. Azért Varsangalit még egyszer megkísértem. Nem, ő nem fogja megszakítani a baráti kapcsolatát Jemennel, úgyhogy nagyon úgy tűnik, hogy Jemennek neki kell mennünk saját erőből. Egyébként ugye Iron Man módban vagyok, tehát mielőtt itt nagyon emberkednék, mindig meg kell fontolnom, hogy mit teszek. Mit akarsz lenyelni? Ha nemzeteket, nemzeteket! Legyen ez a Yazan? Legyen Yazan. Jó. Kéne majd még egy tábornok. Jó. Te leszel az a tábornok, és még mielőtt idegen területre lépsz be is, aktiváljuk hozzád. Jó, ezek a hajók felépültek, úgyhogy kijövünk ide az övölbe, és meg... Oh, yes, son Pepi! Varsangali is megérkezett. Húha! Ez így problémás, ez így elég problémás. Ebből lehet menekülés lesz. Jó az admirálisuk is, de viszont hagyjál már most ezzel a hülyeséggel. Let's build ships, hát köszi! Igen, valóban kéne építenem hajókat. Inkább hozzuk ki a hajóinkat, és próbáljunk meg egy-két... dobjunk le egy-két gályát. Oké. Okay. Ezt a sereget majd előre küldjük ide. Remélhetőleg. Ez a sereg, ennek az élén van a kevésbé jó ostrom képességű tábornok. Úgyhogy ti helyet cseréltek. Hopp, meg is jelent a seregük, úgyhogy megállítom egy pillanatra. És rábeszélem, hogy menjenek oda. Kapjuk el ezt a sereget. Úgy ne, ti is érjetek be. Úgy ne. Ti már oda se fogtok érni. Hát, nem baj, ez sose baj, hogy nem érnek oda. Ez egy... elég... Te... mindegy most már. Jó, lőjünk rá az ágyukkal.
Ez az élet folytonos nyerések sorozata. Ez így van. Ebben nem tudok belekötni. Sajnos. Sajnos erről szól az élet, hogy mindig nyelned kell. Most tovább se tudunk menni ettől az erőttől. Itt már próbálja kiképezni az újabb hadseregeit. Jó lenne, addig mi be tudnánk venni azt a területet, mert különben meg fog kerülni. De nem baj, oda irányítjuk a 9000-es sereget. Úgy né. Na most gyere. Nagyszerű. Ezt el is kaptuk. Ide viszont tudunk menni. Addig haladjon az ostrom. Nagyon jó. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Úgy van, ügyesek vagytok, srácok. Jaj, ne. Az ostrom tábornokunk elesett. Úristen, milyen jó tábornokot kaptunk. A legkirályabb tábornokot megkaptuk eddig. Úgyhogy ezt ki is használjuk a következő ostromnál. Nagyon jó. Szuper. Ezzel nem fogunk tudni oda menni, nem baj. Ezt a seregecskét, ezt úgy kellene, hogy ott hagyjuk, és ezzel már is ráparkolunk a következő erődre, ezzel az egyessel, meg majd ezt a kettőt elfoglaljuk, ha minden igaz. Super. Super. Ez ugye hármas erőd, ugyanis a főváros is itt van. Igen, Fort Level 3. Ilyenkor ez egy plusz erőt szintet ad. Az alap kettes mellé. Veszítsünk diplópontot, nem kell a lázadás, nem kell. Úgyis lesz medribári szeparatisták felfognak, de hát hihetetlen, nem akar csak kenni ott a lázadási kedv. Ó, oh, yes, son Pepi. Hát ezek így megérkeztek itt. Keresztül vágtattak. Jó, ezzel mindjárt foglalkoznunk kell. Gyorsan ezt próbáljuk meg elfoglalni, amilyen sebesen csak lehet. Rá is vettem gyorsan, ami van pontom. Szép. Éjszakon már ugye nincs seregünk, úgyhogy abban bízunk, hogy ezek hamar meg lesznek, ezek az ostromok, és át tudjuk őket csoportosítani majd. Kis sereg ott marad, ezt meg oda küldjük. Ez a seregecske, ez jöhetne ide mondjuk. Az gyorsan befoglalod, barátom. Tudod mit, csináld úgy. Így, és már indulj is el éjszaknak, légy szíves, köszi. Nagyon rossz, hogy Etiópiai itt átenged mindenkit. Jó. Jöjjétek, menjetek már együtt inkább, jó? Na, azt mondom, menjetek együtt. Ennek a seregnek az élére ide rakjuk ideiglenes ezt a tábornokot, és majd amint lehet átküldjük oda. Közben a hajók azok készülhetnének. Jó, lassan készen lesznek. Na, végezzünk már ezzel az ostrommal. Annyira jó lenne. Hát 57-tel se lett meg, kár. Hoppá, itt nem is figyeltem, hogy ebbe belefutottunk. Az a kérdés, hogy hajókat csináljunk-e még. Mégül is. Csináljunk. Nincs több szélerünk, úgyhogy ennyit tudunk jelen pillanatban létrehozni. Ugye itt vannak hajóink egyébként, csak azokat nem nagyon tudjuk áthozni. Na most már tényleg meg lehetne. Így is van. Oké, te oda. Te pedig, te leszel itt az úton álló. Elindult a seregem. Itt, ti hogy álltok egyébként technológiát illetően?
8-as a tekketek, aminek örülünk. Oké. Itt már békét is szeretnének kérni. Jó. Király. Ezt az egy területet még be kéne foglalnom gyorsan, úgy. Szászország lett egyébként a császár. Jó, ezzel a sereggel itt érkezünk, és jó lenne, hogyha ide mennénk először. Egyesével kéne őket levadászgatni egyébként, ez lenne a legcélszerűbb. Sajnos őt nem kapjuk már el, de majd itt. Ezt a sereget is indítsuk el. Visszafele. Te megakadályozott, hogy itt átkeljenek. Ha kész lesz a flottám, akkor... Gyertek ki ide, jó? Aha. Tudod mit? Ne úgy csináld. Te mikor érsz oda? Szeptember 11. Ez a csata, ez mikor lesz? Szeptember 8. Akkor ti hajócskák, ti ide gyertek. Ezzel a lendülettel. És kapjuk el ezt a flottácskát. A hajócskákkal. Na ez közben itt nagy menekülőre fogta. Nem is baj. Hol vagy Kandár? Ezeket visszafoglalhatnád. Jönni fog az utánpótlás, azt gondolom hajótéren. De a mi oldalunkról is érkezik, és ez a csata megfordult, és nyerjük, úgy tűnik. És amint megnyerjük, onnantól ez a sereg is felszabadul. Ugyanis ezeket kihozhatjuk ide. Itt egyesült a seregük, úgyhogy... Hát... Nem optimális, de rájuk csaphatunk. Úgy is van, hát ezeket hülyére kell verni. Amúgy az elején nem volt, ami itt mi a gond az új DLC-vel. Na, ez az, amit még nem fejtettem ki teljesen, csak így... Így boncolgattam igazából. Különböző részét. De most pont egy olyan eventet kaptam, ami egy újabb rész kapcsán már korábban említettem, hogy... Ugye itt van az örökösödés. Most annyira jó, hogy pont csata zajlik. Érjen véget ez a csata? Lehetőleg győzelemmel. Gyerünk, srácok! Oké. Jó, így talán hallani is fogtok, mert elég hangosan ugye a játék. Ilyenkor, amikor csata zajlik. Szóval, mindjárt elmondom, hogy mi a baj az új DLC-vel. Csak gyorsan ezt még ismertetem. Szóval az előbb beszéltem arról, hogy... Attól függően, hogy milyen örököst választunk, az attól függ, hogy ezeket használhatjuk-e. Ezt mindenképpen most ellövöm, méghozzá azért, mert ha új örökösöm lesz, ezek lenullázódnak sajnos. Választhatunk egyiptomi örököst, aki 50 éves, és nem igazán tudjuk a statjait. Eddig nem tudom, hogy szerencsém volt-e, vagy mindig ilyen jó statokkal ad örököseket. Mindjárt meglátjuk. Választhatunk szíriai örököst, aki 30 éves és közepes erősségű joga van a trónra, mint ahogy az egyiptomi barátjának is. Választhatunk egy erős beduint, aki 45 éves, vagy pedig egy nagyon erős szirakúzait, 30 évesen, aki ad nekünk egy 15 army tradition-t, ugye az a tábornokokban segít. Fogós kérdés. Én azt mondanám, hogy továbbra is ezt kéne választani, viszont azért, hogy megmutathassam ezeknek a jelentőségét, lehet a másikat kéne. Hogy legyen. Az egyiptomi lenne a legokosabb abból a szempontból, hogy nagy részt ugye Egyiptom a miénk, tehát teljesen. Így elég sok hasznunk lehetne ezekből. Bedouinom már volt, ez nem annyira jött be, tehát elég gyenge bónuszokat adott. Vagy pedig Army Tradition. Hát legyünk, menjünk Egyiptomi. 5-3-2, az egyáltalán nem rossz, ez egy 10-es összpont számú örökös, ami mindig elég jó. A seregünk elég komoly vereséget szenvedett. Kandar úgy látszik, hogy már átszenvedte magát. Jó, menjünk utánuk, kergessük ki a világból őket. Ti is gyertek át. Most már nincs szükség itt a kapuőr hozzáállásra. És megjött az idára való pont, ezt azonnal meg is veszük, és kész is a két ideálcsoport. A következő technológiákkal nyithatunk meg új ideálcsoportot, illetve főként admintekkel. Na, itt lesz egy pici csata, ennek nagyon örülünk, remélem stack wipe, annak kell lennie. Megint egy esemény. Text modifier, hát ez egyértelmű text modifier. Pénzre mindig szükség van, és egyébként az új uralkodó... sajnos nem lett stack wipe. Az új uralkodókkal szoktunk új
National Decision-t is kapni, tehát döntést. Hát ez most annyira nem érdekel. Te srác. Jó, jöjjünk tovább ezzel a sereggel, itt élnek. Itt van ellenség. Ő halt meg, jó. Szóval, visszatérve, végeztessek ki valakit, csak ugye ez nem Crusader Kings 2 még. Majd Crusader Kings 2-be lehet ilyeneket csinálni, és fogok is. Ezt a sereget addig itt darabjaira kapjuk. És megkérjük, hogy itt szépen, szisztematikusan foglalgassa vissza nekünk ezeket a területeket. Most nem tudom éppen kit jelöltem ki, de jó. Te meg azt, mit te ezt. Nekem 8, majd többit is visszafoglalhatod idővel. Jó. Itt van egy ostrom, amiben be kéne segítenünk. Na fussatok, bolondok. Ezt elfoglalnánk, akkor itt nem nagyon tudnál kikerülni minket, az jó lenne. Sőt, így rögtön ide gyertek, jó? Ó, na már! Ó, ne! Ó, ne! Sajnos ott meg fog halni egy seregecskénk, egy 1000 főt számláló seregecskénk. Jó, közben itt zajlanak az események. Hát ez roppant kellemetlen. Tudjátok mit, maradjatok itt, akkor ezt foglaljátok most már el. Vagyis vissza. Aztán majd letiplizünk innen. Itt Tembiza úgysem gyűssz át, így van. Ezen dolgozunk, hogy ne jöjjenek át. Sajnos ez megpróbál átjönni. Miszticizmus mindenképpen. Vissza is megyünk. Á, nem már. Itt is lázad, 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 mindenhol lázad. Jó, hát amint lehet ezt a háborút megpróbáljuk beszüntetni. Várszángel itt nem sokára ki tudnánk dobni egyébként. Hogyha meg lesz ez az ostrom. Fú, te jó ég. Jó, te oda mész, te ide jössz, te barátom, te oda. Te lemehetsz oda, te pedig ide. Jó. Szóval most már, bocsánat, tényleg mindjárt elmondom, hogy mik az újítások, csak... Most nagyon intensz ez a háború sajnos. Vagy hogy nem is az, hogy mik az újítások, azt már ezóta egy ideje mondogatom, hanem azt, hogy miért tartom úgy, hogy ez a DLC ez nem a legnyerőbb. Jó, Varsangali itt megint összeszed a seregeit, úgyhogy próbálunk eléugrani. Ó, a jó anyádat. Te most úgy gondoltad, hogy ide jössz, és itt emberkedsz. Hát nagyon örülök neked. Tudod mit, akkor mindjárt megtoldjuk itt a sereget egy-két mercenary-vel, és akkor meglátjuk, hogy mekkora a szád. Meg ennek mindjárt egy tábornokot is adunk, mondjuk téged. Oké, megnyertünk közben egy ostromot, ami nagyszerű hír. Ezzel a sereggel oda lecsapunk arra, ezzel meg oda. Fogunk menni. Most nagyon sok fronton zajlik itt a háború, Merehán is rátámadt, ez nem annyira zavar. Ez a 17 ezeres ugye felszabadult, ezzel kéne lemenni itt a főváros szétcsapni vagy valami. Te vagy még valakivel háborúba? Valakivel, biztos. Jó, itt mi a helyzet? Készlettek további hajóink, azokat valaki ültetjük egyesíteni. Ezt a kettőt egybe vonjuk. Jó, nagyon jó. És megpróbáljuk őket elkapni mindjárt. Ezeket is összevonjuk, és további foglalásokat rendelünk el. Jason, jól láttam, hogy megvan neked a Conan. Igen, játszottunk vele tegnap, én is megvettem.
Hoppá, 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 Magyarország elindult a törökök ellen. Te jó Isten, mekkora háború ez. Húha, erre rá kell nézni. Szóval, egyik oldalon állnak az oszmánok, Kasztília, Aragónia, Nápoly és Tunisz. Az elég komoly. Másik oldalon Bizánc, Athén, Szerbia és Magyarország. Ezt a háborút több mint valószínű, hogy a törökök indították, és sajnos nem Magyarország fog belőle jól kijönni. Hát látható, hogy itt azért elég komoly erőket már felvonultat. És Nápoly is érkezik. Ennek nem örülök. Jó, minél gyorsabban véget kell vetni ennek a háborúnak. Nézzünk is rá, hogy hogy állnak a felek. Ajorán, téged nagyon szívesen kidobnálak amúgy egy fehér békével is. De még egyelőre nem tudlak. Te miért vesztetted el a legjobb tábornokot? Most komolyan az halt meg, vagy azt raktam át? Nem, átraktam ide. Akkor te kellenél oda. Te meg, mit tudom én, itt valamit csinálj, ha ráérsz. Jó. Akkor NVS Forest, tehát egyértelműen Forest. Engem kérdezel. De a Conan is jó. De a Forest az valami zseniális. Oké. Okay. Ha bevennénk a fővárost, az nem lenne rossz, mert akkor most már véget is vetnénk a háborúnak, úgyhogy még egy kicsit rá húztolok, hogy biztos, ami biztos. Ezt a sereget az a küldhetjük ide. Őt. Ide. Jó. Jó, bevettük. Nagyon jó. Akkor beszéljük is meg ezt a dolgot. Ajurán, te most kaptál egy jó nagy trockost, úgyhogy jó lenne visszavennél az arcodból, és fizetnél, mint a kis angyal. Jó, nagyszerű. Ez a sereg is mehet haza. Ez legyen. És Varsangalit is kidobjuk. Ó, ez a sok lázadás, ez kegyetlen. Varsangalit a fizes nekem. Meg dolgok. Jó, és akkor Jemen maradt hátra. Ó, Jemennek itt ez a kis szigete, ugye? Nem, ezt elfoglaltam. Akkor miért csak 99 a war score? Mindegy, nem erre kell, az már majdnem 100. Jó, Jemen, te így jól lenne átadnád a partvidékedet, meg úgy mindent, amit kívánok. Kinek nem tetszene, úristen, ez sok mindenkinek nem tetszene, ez így semmiképpen nem jó. És így. Ez se tetszene egy pár nemzetnek, ez nem kell mondjuk. Ez ugye Hormozza, békém van, az oszmánok úgyse támadnak most, Jemen nem számít, békém lesz. Jászmachra, hát... Az a baj, hogy nem igen tudunk beavatkozni ebbe a török háborúba. És mennyivel? 57-62, hát ez kicsit problémás. Hogy csináljuk? Jó, ezt mondjuk nem kérem még el. Jász megbékélem sokára, egyébként őt ki is ütöm. Hamar, tehát Jesz annyira nem számít, jobb lenne, inkább mások békélnének meg. Jó, ezt se kérem el, tudod? És hogyha még így, ez kevesebbet ér. Oké, ez így jónak tűnik. Jó, most fizess még ilyet nekem, sőt ne, inkább ilyet. Trade power-t mindenkitől. Jó. Ez lesz most a békénk. És kezdjünk el erőteljesen magasítani. Hopp, erre már nem volt pontunk. Jó. Na gyorsan ezt a lázadásokat leverem, aztán elmondom a véleményem tényleg most már, hogy mi a baj. Oh, jó istenedet. Miért csinálod ezt, barátom?
Nézzétek meg, még ez a 3000-es sereg is szépen állja a sarat. De ez oda fog érni, és megverjük őket. Úgy is van. Jó, te menjél akkor oda, kisebb menjen ide. És akkor szabadítsátok fel nagyon gyorsan a területet, verjétek meg azt a 17 ezer lázadót, utána átzsalunk ide, megverjük a 15 ezeret is. Minden rendben van. Ezt a hajóflottát egy kicsit bevisszük gyógyulni. Rest is kapunk, ez sose baj. Nagyon jó, összevonjuk ezt a két sereget mindjárt. Illetve hármat. Úgy is van, és megyünk ezt szétcsapni. Szóval, hát a Forrest zseniális. Ha még kicsit fluidebb lenne az építkezés benne, akkor az egész életemet abban a játékban tölteném. Igen, tényleg nagyon jól sikerült játék, ez kétségtelen. Ezt elkezdhetjük magvasítani. Hogy állva jön ez a háború? Hát igen. Azért megjöttek az oszmánok, és itt elkezdtek nagyon emberkedni. Nem örülök annak a bizánci foglalásnak, annak nagyon nem. Jó, hát nyilván még ti itt is fellázadtok. Nem baj, jókor, még mielőtt elvittem az egységeket innen. Nagyon jó, és most mehettek oda. Kapjátok össze magatokat. Jó, amíg odaérnek, addig akkor beszélgessünk arról is, hogy ami a videó címe, vagyis a stream címe, hogy mi a baj a DLC-vel. Nos hát, a DLC-vel az a bajom, hogy egy kicsit azt érzem, mint a Third Room-nál, a legutóbbinál, ugye ami a orosz területeken módosítgatott, hogy ez egy kicsit megint ilyen pay to win szagú. Tehát fizes, hogy jobb legyen neked, ha szeretsz itt ezen a környéken játszani. Különösen, ha szeretsz a mamlukokkal játszani. Szóval az, hogy 1513-ra esélye nincs senkinek a régióban. Megnézitek itt a nagyhatalmi rangsorba. Európa nagyhatalmai, ne vicceljünk már, hogy lassan kétszer annyi developmentem lesz, mint a franciáknak. Szóval nagyon-nagyon erősítették a mamlukokat, és az ilyen típusú dolgokat, mint amit van a governmentbe, látjátok már gyűlnek is ezek a dolgok, és itt most már látjátok mutatja azt, hogy Egyiptomit választottam, hogyha ez kigyűlik 100-ra és rányomok, akkor 378 dukátot ad, manpowerbe meg majd 9500 manpowert nyerek majd, ha kigyűlik 100-ra, azért, mert Egyiptomból sok területet uralunk. Szóval, továbbra is az a helyzet, az a véleményem, hogy ez erősített a mamlukokon. Miért jó ez a játék szempontjából, meg miért rossz? Azért jó, mert a területen egyedül ugye az oszmánok az kb. Ilyen teljhatalmú urak voltak, és nem igazán volt semmi ellenfelük. Tehát a mamlukokat korábban olyan szinten hamar verték szanaszét, hogy azt rossz volt nézni, és ezzel együtt ugye olyan erőt képviseltek már az early game során, hogy európai nagyhatalommal se volt könnyű neki menni, főleg mondjuk egy Magyarországnak nagyon nehéz helyzete volt. Tehát egy kicsit balansz volt a törökökön. Az, hogy ez jó dolog-e, az azért vitatható. Tehát a történelem folyamán is voltak olyan országok, akik szerencsésebb helyzetben jobb adottságokkal rendelkeztek, és erősebbek voltak a társaiknál. És hát végső soron, ha kiukadunk oda, hogy most mi tesz jót a játéknak, ha minden országgal ugyanolyan eséllyel tudsz hódítgatni, tehát mindig a balansz irányába tolják el, az a jó, vagy az, hogyha azért megmaradnak egy-két ilyen OP nemzet, mert ugye kihívás. És én pont úgy vélekedem efelől, hogy jobb az, hogyha van a játékban kihívás, meg érdekesebb azt látni, hogy te itt eljátszogatsz, mit tudom én, lengyelekkel, és akkor nézed, hogy hoppá, a törököknek mégis olyan szerencsésen alakul az eleje a játéknak. Erre előfordul. Tehát annak ellenére, hogy OP-k, az AI azért elég rendesen el tudja cseszni az elején a dolgokat. Úgyhogy
Szerintem sokkal érdekesebb az, amikor vannak erősebb, gyengébb nemzetek, ki milyen szinten játszik, ahhoz mérten választ olyan nemzetet, akivel szeretne lenni, vagy aki, amivel neki kihívás játszani. Én nem adom annyira, hogy úgy balanszoljanak egy OP erőt, jelen tekintetben mondjuk az oszmánokat, hogy létrehoznak egy másik OP hatalmat, a mamlukokat. Még majd nagyon kíváncsi leszek arra, hogy mit fog csinálni az AI ezzel a dologgal, tehát hogyha nem én vagyok a mamlukokkal, hanem maga az AI, hogy tud megbirkózni az oszmánokkal. Ez egy jó kérdés, majd meglátjuk. De ezt az egész dolgot nem annyira értem, főleg 20 euróért, szóval 20 euróért azért igen jó játékokat lehet manapság venni. Egy DLC, ami ennyi tartalmat hoz bele tulajdonképpen, hogy az uralkodóknak, és itt most nem csak a DLC-ről, hanem az ingyenes patch-ről is beszélek, az uralkodóknak és a tábornokok, vagy a tanácsadóknak külön vallásuk van, ad egy passzív bónuszt a mamlukoknak. Egy kicsit ezt aláírom, ez már nagyon ráfért a szunnita vallásra, hogy az iszlám vallásra, hogy egy kicsit bővítsék ezt a dolgot, amit itt látunk. Tehát ez hasznos volt, ezt adom. A gazdaságfülbe nem sok minden történt, a trade-be a különös, hát nem tudom, igazából ez a DLC-n kívül ez a patch hozta, amiről még nem is beszéltem igazából, ezt az új trade termékeket. Ezt most nem is tudom, hogy kell megmutatni. Mondjátok, hogyha ez valahol lesz, akkor az ekonomiban. Trade goods itt van. Szóval új trade termékeket hozott, ugye például itt van a tehén, vagy a gem, azaz a drágakő, ami új még. Ezen kívül ez az incense, ezt most így hirtelen így meg is tudom mondani, hogy micsoda. Akkor a papír még az új dolog. Itt van például. Ezek jó pofa dolgok, meg ez a dice. Azt hiszem, hogy... Ja igen, és az üveg. Nem, a papír az nem hülyeséget beszélek, az üveg. És ez a dice. És tudom, hogy mi igazából, mint amilyen fűszer akar lenni, gondolom. Szóval érdekesebbé teszi a játékot, de nem hoz bele sok új dolgot. Ezek között van olyan, ami egész értékes, és megéri olyan területeket szerezni, mint például ez az üveg. Ha jól emlékszem, ez elég értékes dolog. Igen, ez 3 aranyérme egy, szóval ez elég jó dolog. De hogy ez annyira nagy változtatás lett volna, hát nem érzem annyira átütőnek. Ők tudják. Sajnos azt kell mondjam, hogy nekem az a meglátásom, hogy nem annyira jó irányba halad az új DLC-kkel a játék, mint régen. Azért ezeket az ilyen Art of War DLC-hez hasonlítani elég meredek, szóval azok azért hoztak is valamit, meg mit tudom én, az új világot külön DLC-hoz. Tehát ez mekkora az egész kolonializáció, gyarmatosítás egy akkora játékváltoztató dolog volt, és jó irányba. Ezek a mostaniak 20 euróért nagyon-nagyon sok. Még 10-nél is húznám egy kicsit a számot. De hát, aki akkora fanboy, mint én, annak illik megvennie. Még ez a military dolog is egyébként egy jó dolog lenne, tehát az, hogy ahogy harcolnak a seregeink, egyre tapasztaltabbak lesznek, és ettől fogva még jobban harcolnak. Egyébként közben kigyűlt, úgy látom, igen, kigyűlt a második szint is. Ez jó dolog lenne, de nem érzem kidolgozottnak, szóval ezt itt abszolút nem értem itt a végén, hogy mi ez, hogy még bónuszt ad majd a drillre. Ez, hogy a tábornokok fél áron, hát ilyen szinten már annyira nem az fogja izgatni az embert szerintem. Egyébként mondjuk lehet tévedtem, az 1700-zal lehet 1600, 1650-re is megvan már ez a szint. De akkor se hoz olyan nagyon-nagyon nagy újítást. Továbbiakban itt nem nagyon történt változtatás, egy-két ikoncsere volt. Azt hozzá kell tenni, hogy egy hatalmas nagy buggal érkezett ez a DLC. Ugye össze-vissza cserélték a zászlókat, szóval olyan zászlók voltak, hogy hihetetlen. Nem tudom, hogy ez fennáll-e. Őszintén megmondva, én még mindig nagyon rossz voltam ezekben a zászlókban, főleg a kis nemzeteknél. Tehát jó, nyilván egy európai hatalom zászlóját megismerem, hogyha Sántit, viszont itt a kisebb nemzetek közel-keleten
hogy most itt mit cseréltek össze, az nekem annyira nem tűnik fel, viszont azért ez elég amatőr hiba. Szóval, ha az én véleményemre vagytok kíváncsiak, hogy megvegyétek-e ezt a DLC-t, én azt mondom nem. Aki annyira élhal ezért a játékért, mint én, annak érdemes, meg főleg, hogyha szeret ezen a területen játszani, hozzáad egy-két dolgot. Én azért vettem meg, őszintén szóval, mert minden más DLC megvan. A Third Room-ra is sajnáltam a pénzt, erre még jobban. Annak ellenére, hogy nagyon vártam, nagy volt a hype bennem, de... hát én nem tudom, nem hozott annyit, mint szerettem volna. Tehát valamit változtatniuk kéne, mert ez a DLC politika, amit jelenleg folytatnak, ez nem lesz túl jövedelmező számukra. Na jól van. Gyorsan még elolvasom, hogy miről maradtam le, milyen kommentekről. Oké. Okay. Hát még mindig jobban balanszolt játék, mint a DLC, vagy DVD, ez igaz. Egyébként szia, Aras Race. Igen, ennyi pénzért Forest is van, ez így van. Ha 20 eurótok van fölöslegesen, akkor vegyétek meg inkább a Forestet, ne ezt a DLC-t. Az EU4-et vegyétek meg. Tehát az EU4 maga néha általában ilyen 10 euróról szokott leértékelve, nagyon jó. Ha van olyan haverotok, mint mondjuk én, akinek megvan az összes DLC-je, azzal a multiba élvezhetitek, hogy ti is kihasználhatjátok az előnyeit, tehát ti is játszhattok ilyenkor a DLC-kkel, megkapjátok azt a tartalmat, mint ami a barátotoknak megvan, aki költött rá. Szóval egy 10 eurót mindenképpen megér a játék, mert zseniális játék egyébként, viszont az új vezetőség, mikor átvette ezt az EU4 dolgot, és elindult náluk ez a fura DLC tendencia, hát azt kell, hogy mondjam, hogy nem annyira jó irányba viszik sajnos. Szóval... azt gondolom, hogy ez a stream most így mára ennyi lett volna. Köszönöm szépen azt, hogy itt voltatok velem, hogy cseteltetek, hogy kitartatok mellettem, és hát további szép estét kívánok nektek. Sziasztok!